Sziasztok! Egy gyors videó itt a zsúptraktorral való kaszálás. Már látok, hogy megint megy le a nap. Még gyorsan ezt befejezem, már fele le van csapva. Ilyen, amikor le van vágva. Ilyen, amit a kombány vágott. Ilyen, amikor össze van gerebézve. Itt már. És akkor ilyen, ami még nincs összegerebézve. Ott látjátok, ott van a vége, ahol ez még nincs összegerebézve. Itt most nem az a lényeg, hogy teljesen utolsó levélig össze legyen szedve, ez most csak a nagyját szedtük össze, meg hát rengeteg olyan van benne, hogy a vége a kukoricafőnek, vagy fele megmaradt benne, vagy csak a levél, vagy csak fű, vagy gaz, vagy látjátok ott is ilyen zöldes rész, ezek mind belegerebéződnek, ez a zöld, és a gerebézed össze. És akkor ez megy mind az állatoknak. Kitettem az egyik súlyt, mert így nem kell nyomnom, hanem így saját magától megy. Hát látjátok, ilyenre cserkázza el. És csak azért csinálom ezt a kis videó részletet, mert voltak hozzászólások, hogy a használt csapágy nem bírja. Látjátok, most körül. Majdnem egy éve megy rajta. És mindenféle zsuvát vágok vele, ezért nem fogok vele új csapágyat rakni. Hogy ilyen kemény szírszarokat vág. Ameddig megy a csapágy, egy kicsit azért táncolok, látjátok. Egy kicsit lötyög. De ez az új csapágy körülbelül egy hét múlva ugyanígy fog járni. Mindegy, most még nem tudtam összerakni még mindig a kis kamerát, hogy menet közben megmutassam. Ez egy ilyen lett. Még van 2-4-6 sor. Egyszer oda megyek, egyszer vissza, meg egyszer föl, és közepén visszajövök valahol. De most csak a domb tetejéig csinálom, az innen egy olyan 200 méter, gyorsan ezt még leküldöm még világosba. Van egy ilyen lovas gerebje, megpróbálom a kocsival összetetni. Megnézzük, hogy mit fog csinálni, mert most még a gépre nem csináltam meg mindig az akasztót. És meg a utánfutóhoz van nekem ilyen csillagos, 4 csillagos gerebjém. Csillagkerekes. De hát azt is még össze kéne rakni, heggeszteni minden, de soha nincs rá időm. Pedig sokat könnyítene a munkánkon, de hát az 2-3 nap, mire azt összebuherálom. Mire megvan az ötlet, összedem az anyagot, és akkor mindig valami közben jön, és félre van téve. Na mindegy, látjátok, ez megy. Azt a telket szedtük előzőleg. Azt tettük körülbelül így a feléig lett összegerebézve. Ott arrébb is volt egy a gépnél egy másik telek, amit szedtünk össze. Úgyhogy ezek ilyenek. Azt a telket is összeszedtük ott a kicsibe, ott a kis háznál. Arról lettek a szálanyagok, amit kézzel törtek le, és csak ugye egybe lett MS-70-nel lecsapva. A másik oldalt is volt egy föld, és még lenne egy-kettő, de hát nem győzi az ember. Majd lehet, hogy ezért fogok ilyen nagyobbakat. Látjátok, ilyeneket gerebézik be az ember, nem sok, de állatok elguberálnak vele. Az így rengetegbe, most gondoljátok el, hogy méterenként van benne 30-40 ilyen darab, az bőven jó nekik. Elbohockodnak vele, legalább nem unatkoznak, elkezdik bogarászni. Ezért volt régen a legeltetés, hogy ezeket ugyanígy tövig lerágták, és akkor ezeket a puskákat kapával kiforgatták. Kiszórták belőle így ezt a földes részt, félre tették, és amikor kiszáradt, ezzel tüzeltek a farhelytokba. Ezzel. Így kiszedegették kapával, kiforgatták, persze nem amikor meg volt fagyva, hanem amikor ilyen vizes volt, és akkor így ezzel. Na itt van, hát ez megint egy ilyen. Na ezekért szeretik mazolázni az állatok. Na le is teszem gyorsan, mert most már megy le a nap. Ez megint történelem óra, de hát ezzel fűtöttek. Meg hát ezzel a rengeteg kukoricacsővel, amit láttak ott pirosszük benne, az mind le volt így morzsolva, leették az állatok, és akkor ebből lett a fűtés. És akkor ezekből a szárakból is, ugye kisbaltával összecsapták, a kemencébe meg nem is kellett, meg kévésen fogták, azt betolták. Leették az állatokról a levelet, és kévésről berakták a kemencébe, sült belőle a kenyér, hús, stb. Hát így éltek régen, most mi nekünk már erre nincs idő, hogy mindent megveszünk,
aztán rájövünk, hogy soha még sincs pénzünk, még sincs boldogság, még sincs virágság. Azért kéne bizonyos dolgokat, amiket most egyszerűbbek, van gép hozzá, és mégse élünk meg belőle. Tehát azért ilyenekből meg lehet élni. Ez egy kis kikapcsolódás, az ember mászkál, és hajrá, sziasztok!